Više od godinu dana rada urodilo je plodom. 16. lipnja Mađarski je parlament prihvatio izmjenu zakona o pravima narodnosti u Mađarskoj sa 184 glasa za i 9 suzdržanih glasova. Povodom toga Miklós Soltész, državni tajnik za vjerske i narodnosne odnose ureda premijera, i Imre Rittel, parlamentarni zastupnik Njemaca, ujedno predsjednik Narodnosnog odbora, održali su tiskovnu konferenciju u prostorijama Njemačke državne samouprave. Minden kedves vendéget nagy szeretettel köszöntök abból az alkalomból, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvénynek a Nemzetiségi Bizottság által beadott módosító csomagját ma a parlament 184 igen szavazattal 9 tartózkodás mellett elfogadta. Kako je naglasio Imre Rittel, ovaj zakon je zapravo temeljni zakon narodnosnih zajednica, svojevrsni ustav narodnosti u Mađarskoj. Među prihvaćenim izmjenama i dopunama istaknuo je da je sada riješen problem star 25 godina, jer pravo na pristanak i mišljenje narodnosnih samouprava nije bilo jasno i nedvosmisleno regulirano. Szerintem ez egy fantasztikus dolog volt, és mindenképp köszönöm szépen képviselő úrnak, aki ennek főmotorja volt, de a Nemzetiségek Bizottságának is, és természetesen visszatérve a nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek is, hiszen ők is sokat segítettek. Državni tajnik Miklós Soltész zahvalio je svim narodnosnim glasnogovornicima na dugotrajnom radu, istaknuvši dvije stvari: pitanje mogućnosti stjecanja imovine i pojam etnobiznisa. Azt gondolom, hogy azt a nemzetiségi kérést, törekvést muszáj volt most már egyszer tisztázni és lezárni, ami az úgynevezett etnobizniszt jelentette. 30 év után, ha valaki nem tudta eldönteni, hogy nemzetiséghez tartozik, valahol vannak nemzetiségi gyökerei, ott már szerintem baj van, vagy baj volt. És tulajdonképpen ezzel a jogszabállyal most ezt is, amennyire lehetett, bezártuk ezt a kiskaput. Mindenki kérte ezt, mindenkinek, akinek lehetett, ezt a támogatást meg is adtuk, törvényen keresztül pedig gyakorolni is fogjuk. És hát ami a folytatást illeti, az egyértelmű, hogy az a támogatási rendszer, ami 10 év alatt kialakult itt a második és negyedik kormány során, azt természetesen folytatni fogjuk. Tiskovnoj konferenciji sudjelovali su i glasnogovornici narodnosti, tako i Jozo Soga, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu. Nužne su bile zakonske promjene, ali što one donese narodnosnim zajednicama? Ja mislim da to je zakonski pravilnik za narodnosne zajednice, za proširenje kulturnu autonomiju i za djelovanje narodnosnih samouprava. Mislim da to je najvažnije ako možemo sumirati sve što se danas desilo. Ovaj zakon se citira iz 11. godine, posle osvajenja temeljnog zakona. Znamo da se i društvene promjene obavile, koje su regulirane zakonima, dvotrećinskim zakonima, tako i zakon o narodnostnim pravima. Ali znamo da život nije stao i zadnjih 9 godina puno se menjalo u mađarskom društvu. I vidi se da djelovanje narodnostnih samouprava treba da malo dođe na drugu razinu i partnerstvo između lokalnih samouprava i narodnostnih samouprava, a mislim da i treba raščistiti odnose prema odgoju, obrazovanju i kulturi, da na djelovanju na nekim područjima da narodnostne samouprave šta mogu i na što imaju prava najviše. Prihvaćanje ovoga dvotrećinskog zakona ne znači kako Narodnosni odbor neće nastaviti rad na uključivanju sada izostavljenih prijedloga u zakonu o pravima narodnosti.